Úgy tűnik, ezek az idők a segítségnyújtásról kell szóljanak, úgy tűnik, most nagyobb összefogásra van szükség, mint valaha. Legyen szó az élet bármely területéről. Hála a különböző adománygyűjtő programoknak, hiszen segítségünket célzottan tudják érvényesíteni. Így tesznek a Nem luxus táska elnevezésű kampány kezdeményezői is, amelyet az RMDS nőszervezete országos szintre is kiterjesztett, és amely során azoknak a nőknek akarnak segíteni, akiknek gyakran választani kell a napi betevő falat és az alapvető tisztálkodási szerek között. Bővebben a kampányról Frunda Csenge városi tanácsos és Kakasi Blanka, az RMDS nőszervezet marosvásárhelyi elnöke beszélnek. Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó estét, szervusz! Köszönjük a meghívást! Kezdetben beszéljünk arról, hogy mi is ez a Nem luxus táska kampány, miről szól, mit akar, mi a története, honnan indult ki az ötletadó, mi a célja? Ki kezd? Mondom én. Vásárhelyen, Maros megyében Csip Andrea indította el RMDS nőszervezet szinten. Azelőtt már volt civil szervezeteknél, voltak orvosisok, akik megszervezték. Mi a 3 éve, amikor Csip Andrea elindította, akkor kapcsolódtunk be, ugye a Covid miatt kimaradt, és akkor most ez egy következő felvonás. És úgy terveztük, hogy március hónap, ugye szép tavaszváró, hát úgy gondoltuk, hogy csak a háztáji nehézségeinkkel fogunk küzdeni, háborúra nem számítottunk. Igen, az bekavart, de így terveztük, hogy egy hónapos kampányt tartunk, és úgy, ahogy az első elképzelés volt a háztartáson belüli erőszak áldozatainak szánnánk ezeket a táskákat elsősorban, és hogyha tényleg sok gyűlne össze, akkor minél több rászoruló nőnek, mert sajnos elég sokan vannak. Igen, rászoruló nőket emlegetünk, így módon a konkrét célja a családon belüli erőszak nőit célozza meg, áldozatait célozza meg, és eképpen higiéniai cikkekkel próbál segíteni. Ezt azért emelem így ki, mert nagyon sokan nem tudjuk elképzelni, hogy vannak olyan nők, akiknek ez hiánycikk az otthonaikban, mert nekünk annyira alapvető. Nem hiába gyűjtünk most is pelenkákat, illetve alapvető higiéniai szereket, illetve termékeket az Ukrajnában maradtaknak, illetve az Ukrajnából menekülőknek, hiszen ezek azok a termékek, amik nélkül talán nem is biztos, hogy valaki egészségesen tud maradni. Legfőképpen a gyermekekről és a nőkről van szó. És amint Blanka is mondta, táskákat gyűjtünk, olyan régi táskákat, amelyek nekünk már lehet, hogy nem kellenek, viszont valakinek egy értéket jelent, és ezekbe a táskákba kell, amint te mondtad, alaphigiéniai termékeket gyűjteni, sampont, mosakodószereket, fogkefét, fogpasztát, tisztasági betétet, tampont, illetve szappant, fogkefét, fogpasztát. Tehát igazából mindenki lelkiismeretére, vagy mindenkire rá van bízva, hogy ő, amit otthon fontosnak talál, így módon beleteheti ezekbe a táskákba. Van valamilyen szabályszerűsége ennek a csomagolásnak, hogy milyen táskák készüljenek? Mit kell figyelembe venni? Hát a termékek mindenképpen bontatlanok és újak kell legyenek. A táska az lehet használt, viszont még legyen olyan állapotban, hogy azt más is tudja hordani. De gondolom ez alapvetően senkinek nem jelent problémát. És igazából mi hozzátettük azt is, hogy amennyiben szeretnénk egy kis üzenetet, vagy egy jó kívánságot is a táskába lehet csempészni. Milyen városok csatlakoztak ehhez a kampányhoz, kezdeményezéshez? Mit tudunk, mekkora volt az elmúlt években a sikere? Amint Blanka ezt már kiemelte, nem mi volt, tehát mi 19-ben csatlakoztunk, de nem mi voltunk az elsők. Háromszéken, illetve Orgita megyében már csatlakoztak a társ nőszervezetek. Itt kiemelném a Szentgyörgyi nőszervezetet, illetve a háromszéki nőszervezetet, akiknek nagyon sikeres kampányaik vannak évek óta, és hát az ő nyomdokába vagy nyomdokaiba szeretnénk majd lépni mi is ezzel a kezdeményezéssel. Miért fontos egyáltalán, hogy ilyen kampányok legyenek? Egy kicsit régebbről kell kezdjem. Nyugodtan. De nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek, ugye a társadalmunk, szűk társadalmunk bekapcsolódjon a fejlődésbe, egyáltalán a környezetünk feljavításában. Jó, hogyha érzékenyé tesszük
azokat, akik megtehetik, nem azt mondom, hogy a tehetőseket, hanem aki megengedheti magának, és azt mondja, hogy egy táskát összeállíthat, vagy össze tud állítani, hogy az is hozzájáruljon egy mély szegénységben élőnek, vagy egy nagyon súlyos problémákkal küzdő nőnek a támogatásához. És ez tényleg egy szociális kampány, és nőknek szól, általában nőkről szól, és bennem ott van az is, hogy ugye amikor az átlagbér annyi amennyi, lehet, hogy az, aki az átlagbért megkeresi, nem is biztos, hogy össze tudja csak úgy lazán állítani azt a táskát a rászorulónak. Tehát, és hogyha most itt mindenféle krízisről beszélünk, és egy közeli háborúról, azért minden családnak ijesztő, vagy elég közeli az, hogy esetleg időnként támogatásra szorulhat, vagy hogy milyen lehet annak, aki tényleg már egy lehetetlen helyzetbe került. Úgyhogy mindenképpen valahogy arrafele kéne szocializálódjunk, hogy amikor megtehetjük, akkor mindig odafigyeljünk és támogassuk a környezetünket. Másképp nem tudunk fejlődni. Mindenféleképpen ezek a kampányok, programok jó érzékenyítőek ránk nézve, társadalmunkra nézve. Amikor elkészültek ezek a táskák, hová kell vinniük? Hol adhatják le? A Dózsa György utca 9 szám alatti RMDS székházba, a földszinten. Ez a vásárhelyiek által jól ismert hangya épület, és ott minden hétköznap 9, reggel 9 és délután 15 óra között várják a kollégák az adakozni vágyókat, és ott bármikor be lehet csengetni, és le lehet tenni az adományokat. Tulajdonképpen nálatok, nektek megvan a listátok, hogy célzottan ezeket ki tudjátok osztani? Mindenképpen az volt az elképzelés, hogy azokon a civileken, vagy azokon a szervezeteken keresztül kerülnek kiosztásra ezek a táskák, akik a célközönséggel foglalkoznak. Ugye van olyan éjszakai menedékhely, ahova elmenekültek nők, vannak olyan nappali hely, foglalkoztató, ahova bejárnak emberek, bejárnak gyerekek, nők, akiknek éppen van ahol lakni rokonoknál, vagy valahol van, ahol meghúzzák magukat. És ezután következnek azok, akik esetleg csak bejárnak tanácsadásért, és egyébként áldozatokként élik az életüket. És ha még mindig lenne táska, amit adományozzunk, akkor ugye ott vannak az informális településeken a rászoruló nők, tehát mély szegénységbe élők. Nehéz elképzelni, aki nem látta, hogy az milyen. És ahogy Csenge mondta, ugye most az Ukrajnából menekülő nők is bekerültek ebbe az akcióba, mert hogy látjuk, hogy átjönnek a határon egy táska, két táska, kisgyerek, sem babakocsi, semmiféle lehetőség egy normális életre, úgy a mindennapok is kérdésesek. Igen, így módon, ha ennél a kérdésnél tartunk, akkor mondjátok el, hogy egy újabb projekt van a nőszervezeten belül, és mégpedig. Igen, párhuzamosan elindítottuk egy másik adománygyűjtő kampányt, amelynek az a lényege, hogy azok a kollégák, akik elmentek már a Maros-szigetre, illetve a határvonalra, azt vették észre, hogy nők úgy jönnek át kisgyerekekkel, karon ülő kisgyerekekkel, hogy ők tényleg a karjukon ülnek, és több száz kilométert úgy haladnak, meg úgy menekülnek, hogy egyszerűen nincs egy babakocsi, amiben a gyereket berakják. Úgyhogy egyértelmű, amikor a határon átjönnek ezek a nők, teljesen el vannak fáradva, és gyakorlatilag nincs ahova letegyék, vagy amibe betegyék a gyermekeket. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy az ők megsegítésére babakocsit, autós kocsit, illetve babahordozót gyűjtünk. Csatlakoztunk mi is az Országos Nőszervezet kezdeményezéséhez, és akinek van fölösleges babakocsija, babahordozója vagy autós ülése, azokat ugyanúgy a hangya épületbe, az RMDS székházba kell minden hétköznap 9 és 15 óra között behozni. Igen, nagyon fontos, amiket itt beszélünk, mert hogy valóban akik nem mennek el akár a határokra, és nem mindenkinek kell elmenni, amint a felkonfomban is említette, mert hogy a segítségnyújtásnak annyiféle módja van. Bele sem tudunk igazán, el sem tudjuk képzelni, hogy mit is jelenthet ez. Tehát, hogy sok képet látunk, de hogy ezt valóban átérezni, amikor gyerekekkel nők menekülnek, egyik a kezét fogja, a másik rajta van, szoptatós gyerekekről beszélünk, ez azért nagyon nehéz dolog.
Szerintem ez egy tragédia. Ez egy tragédia, és ez nem csak az ukrajnai emberek tragédiája, hanem szerintem egész Európa tragédiája, illetve mindannyian így vagy úgy szenvedői leszünk ennek a konfliktusnak. Úgy gondolom, hogy kapni jó, de adni még jobb, főleg ilyen ínséges időkben, és azt gondolom, hogy ha nem is kötelességünk, de szép dolog az mindenki részéről, hogyha bármennyire is kicsivel, de segít azokon, akiknek ekkora nagy szükségük van rá. Befejezésképpen lenne egy érdekesség, ha higiéniai alapvető cikkekről beszélünk, mégpedig az, hogy pár évvel ezelőtt Skóciában, nem is olyan rég Skóciában lehetővé tették azt, hogy ingyenesen hozzáférjenek a nők ezekhez az alapvető higiéniai szerekhez. És a kérdés az lenne, hogy létezhet jogalap arra, hogy itt is akár ez bevezetésre kerüljön? Elég rég kerülgetjük a témát, hogy csengében már megpróbáltuk, hogy esetleg iskolákban, hogy legalább a lányoknak, hogy vajon ki fog hozzájutni, hogy is. Még nem találtuk meg az utat. Egyelőre ebben gondolkoztunk, hogy iskolákban abszolút hogyan lehetne. Abszolút gondolkoztunk rajta, így van. Mióta, ugye mi már másfél éve töltjük a mandátumunkat, és az első hónapokban elkezdtünk ezen gondolkodni, viszont van egy kis jogi akadály annak, hogy amiért most még sem babacsomagot sem hölgyeknek, illetve nőknek, fiatal nőknek, illetve idősebb nőknek járó alapvető ingyenes higiéniai termékeket tudjon az önkormányzat szolgáltatni, de hát nem adjuk fel, és meg fogjuk találni a módot arra, hogy sikerüljön egy ilyen határozatot elfogadtatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és jó munkát kívánok nektek, mert azt látom, hogy akad bőven. Így van. Köszönjük szépen a meghívást. És köszönjük a meghívást, és várjuk a támogatásokat. Köszönjük szépen.